József Városi egyperces. A kerület hírei röviden. Kerületünkben is kezdetét vette az adventi készülődés időszaka. Az első adventi vasárnapon a Horváth Mihály téren elhelyezett ünnepi koszorú első gyertyáját Sánta Péterné alpolgármester és Kovács Dávid Emil református lelkész gyújtották meg. A hagyományokhoz híven idén is színes programok sora kíséri a gyertyagyújtásokat az elkövetkezendő vasárnapokon. A téri sportok kedvelőinek pedig jó hír, hogy a téren újra megnyílt a korcsolyapálya. 13. havi fizetést és mintegy 400 ezer forint értékben új eszközöket biztosította a védőnői szolgálatnak Józsefváros önkormányzata. Sára Botond polgármester a legutóbbi védőnői egyeztető fórumon elmondta, az egészségügyi intézmények és dolgozóik támogatásával a kerületben élők egészségbiztonságát és ezzel az életszínvonalat is emelni kívánják. Magasabb gyógyszertámogatásról, a fűtési támogatás kiterjesztéséről, a hátralékkezelési támogatásról is döntöttek a józsefvárosi képviselők. Sánta Péterné alpolgármester kiemelte, nagy segítség, hogy szinte a teljes fűtési szezonra kiterjesztették a fűtéstámogatást az arra rászorulóknak. És hogy milyen változások történtek még a szociális támogatásokban? Többek között erről is többet tudhat meg, ha fellapozza a Józsefváros újságot. Keresse a postaládájában, illetve a legfrissebb hírekért látogassa meg honlapunkat www.józsefváros.hu, vagy kövesse a kerület életét Józsefváros Facebook oldalán.